A bíróságokon márciusban vezettek be rendkívüli intézkedéseket a koronavírus járvány miatt. Bár az épületekben folyt a munka és az ügyek is haladtak, személyesen nem tartottak tárgyalásokat, és az ügyfélsegítő, vagy régi nevükön a panasznapok is szüneteltek, valamint a beadványokat is csak az épületekben elhelyezett postaládákban fogadták. Néhány napja viszont már ügyfelek is beléphetnek a bíróságok épületeibe biztosítani kell a két méteres védőtávolságnak a betartását, maszkban, illetve kesztyűben lehet jelen mindenki a tárgyaláson. Speciális szabály az, hogy az eljáró tanácselnöke egy nyilatkoztat minden jelenlévőt arra, hogy esetleg érintette a járványügyi intézkedésekkel, amennyiben igen, nyilván a tárgyások nem tarthatóak meg. Emellett a bírók azt is meghatározhatják, hogy hányan vehetnek részt egy tárgyaláson. A panaszapok és a személyes ügyintézés is újraindult a bíróságokon. Ezekre előzetesen telefonon kell bejelentkezni, a személyes ügyintézésre pedig egyelőre speciális szabályok vonatkoznak. Minden ügyfelet, illetve aki személyesen kíván bíróságon ügyet intézni, arra kérünk, hogy a bírósági épületekbe kizárólag szájat, orrot eltakaró maszk, sál, használatával léphet be, illetve a gumikesztyűt is használnia kell. Ezek mellett a bíróságokon készfertőtlenítőt helyeztek ki, ezeket mindenkinek használnia kell, aki belép az épületekbe, és kétméteres méteres védőtávolságot is tartani kell.